Egy különleges plüskutyust készítettek a résztvevők a négykezesked őszi kézműves műhelyében. Tóth Eszter közművelődési asszisztens úgy fogalmazott, a négykezesked egy néhány évvel ezelőtt elindult programsorozat, amelyben alapvetően a nyugdíjasok tanítják meg a kézműves technikákat a fiatalok számára, ám ez a trend az elmúlt években megváltozott. Ez az idők során átalakult, már csak a nyugdíjas nénik járnak zömében, de előfordul, hogy egy-két fiatalabb hölgyemény is megjelenik nálunk. Az alapvetés az az, hogy a Moskovszki gyűjtemény inspirálja ezeket a programokat. Értem ezt úgy, hogy a Moskovszki gyűjteményben található kis állatfigurák például. Most jelen esetben a kutyusra esett a választásunk, az egyik vitrinünkben egy, több vitrinben is, de most az egyik vitrinben kifejezetten található egy kis kutyus, és úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes lenne megvarni. Varró Szilvia textiljátékkészítő, a foglalkozás vezetője elmondta, mindig a Hetet Hét Játékmúzeum gyűjteményéhez igazodik a négykezesked éppen aktuális foglalkozása. Sokféle állatkát vartak már a hölgyek, nagyon ügyesek egyébként, és remélem egyre többen lesznek, és most kutyus van porondon. Olyan nagy aktualitása nincsen, mindig előre kitaláljuk, hogy melyik legyen az állatka, vagy az a forma, ami megtetszik a jelentkezőknek, és ehhez szoktuk igazítani. A négykezesked következő programján egy róka kerül terítékre, a továbbiakban pedig szintén különböző állatokat készítenek majd el a résztvevők, akik önkéntesen tevékenykednek, az ő alkotásaik kerülnek a Hétbolha játékcsereberére, amely a Hetet Hét Játékfesztivál egyik kiemelkedő programja.